legégető problémáról fogunk beszélni, tehát Bássa és környéke, rehabilitációja, fejlesztési terve esetlegesen, és a jelenéről is természetesen. Bemutatnám vendégeinket. Először Horváth Béla volt országgyűlési képviselő, urat mutatnám be, a Kisgazdapártnak volt az országgyűlési képviselője, és úgy kapcsolódik a rendezvényünkhöz, azért hívtuk meg vendégként, mert a Bástya a tulajdonosának a képviselőjeként érkezett hozzánk. Hogy úgy mondjam, én abszolút békésen, nyugodtan tekintek előre, és egy együttműködő, konszenzusos kapcsolatot szeretnék a jövőbe kialakítani az itteni városvezetéssel. Másik vendégünk pedig György Róbert, ő a közélet irányából közelíti majd meg a kérdést, mint Esztergom legnagyobb politikai erejét képviselő szervezet, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség esztergomi elnöke. Személyesen is érintve vagyok, érintve voltam ennek az úgynevezett rámpabontásnak a kivitelezésében. Szeretnék minden olyan érintettől, aki kárt szenvedett, vagy negatív élmény köti ehhez, vagy a mai napig hiányát szenvedi el, illetve elsősorban Horváth úr felé, családja felé, a cége felé intézném a következő szavaimat. Mindenkitől, akit negatívan érintett ez az eset, szeretnék itt nyilvánosan bocsánatot kérni. Létezik már koncepció ennek a nagyon komoly 20 milliárdos vagy 20 milliárd közeli megalomán álomnak a kiváltására. Én azt gondolom, hogy akár a töredékéért, közel 10%-áért megvalósítható ennek a tömnek a rehabilitációja, úgy, hogy érinteni fogja ez a rehabilitáció a fürdőt, érinteni fogja a szállót, érinteni fogja a jelenlegi zöldházat, a parkoló területet, és értelemszerűen a Bástya áruházat is. Zárszóként én szeretnék ráerősíteni az előző gondolataimra, illetve akkor itt ezennel tisztelettel felajánlani a Bástya áruház tulajdonosi képviselőjének azt, hogy a kellő pillanatban, amikor is megfelelő súllyal, befolyással rendelkezünk, illetve amennyiben ez lehetséges, ezt megelőzően is, a Bástya rámpát a megfelelő formában újjáépítjük. Köszönöm a felajánlást. Ha egy ilyen jelképes fölállva egy baráti kézfogást, vagy nyújtok a Fidesz új jelöltjének, és úgy gondolom, hogy együtt közösen tudunk majd tenni akkor a város megújulása érdekében. Én támogatom a Fidesz új elnökét, támogatom Völner Pár államtitkár urat, tehát a magam eszközeivel akkor elősegítem a megújulást. Ezt tudom. Én pedig köszönöm a beszélgetést.